Az elmúlt héten beszámoltunk róla, hogy Szepesi Tibor, Karcagvárosi Önkormányzat polgármestere a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatban kialakult helyzetre és a kormányzati intézkedésekkel összhangban fenntartói jogkörében eljárva 2020. november 4-től újabb intézkedéseket rendelt el. Ezekről a Városházán tájékoztatta a média munkatársait. A Karcagvárosi Önkormányzat döntött arról, hogy további városi szintű szigorításokat léptet életbe. Ennek megfelelően délelőtt megalakították a Karcagvárosi Operatív Egyeztető Fórumot. Amely Karcagot is mindenképpen érinti, hogy a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban, színházakban csak minden harmadik széken lehet ülni, a maszk viselése pedig egyértelműen kötelező. Az operatív törzs javaslatára a szórakozó helyek bezárnak, éjfél és hajnali 5 óra között kijárási korlátozás lép életben. Kérek mindenkit, hogy fokozottan, zárt térben orrot és szájat is eltakaró maszkot használjon. Fokozatosan figyeljünk a 1,5 méteres távolság megtartására. Kerüljük azokat a megszokott üdvözlési formákat, amelyekkel a vírust megelőzően éltünk, a kézfogással, az öleléssel, a puszival és a hasonló üdvözlési formákkal, tehát ezt mindenképpen kerüljük. Aki betegnek érzi magát, az telefonon keresse házi orvosát, beteg gyermeket lehetőleg senki ne vigyen közösségbe. Figyeljünk oda a rendszeres és alapos kézmosásra, naponta többször fertőtlenítsük kezünket. Kérem, hogy a karantén szabályait, akikre ez vonatkozik, fokozatosan tartsák be, aki fertőzött, ne hagyja el otthonát. És kérek mindenkit, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjon, ez pedig a koronavírus.gov.hu internetes oldal, illetve kérek mindenkit, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, keresse önkormányzatunkat a 0659 500 649-es telefonszámon, illetve a további elérhetőségeinken. Kérek mindenkit, hogy ezeket az intézkedéseket, amelyet a kormány, illetve amelyet Karcagváros önkormányzata hozott, fokozatosan tartsuk be, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. A piacon már egyértelműen körbe van határolva a terület. Karcagváros önkormányzata döntött arról, hogy további várost érintő szigorításokat lép életbe. Ennek megfelelően a ma délelőtt, ma reggel megalakítottuk a Karcagvárosi Operatív Egyeztető Fórumot, amely úgy látta jónak, és ez polgármesteri utasításban került a mai naptól bevezetésre, hogy a karcagi piac területét egyértelműen határvonalakkal kijelöljük, és ezen a határvonalon belül a maszk használata a piac teljes területén kötelező lesz. Továbbá, hogy a piac területén lévő árusító helyeken a hideg és meleg ételek megvásárlása csak elvitelre értékesíthető, a helyben fogyasztását megtiltottuk. Az eladók elfogadják, sőt örülnek is a döntésnek. Beszigorították, elég rendesen, de nem is baj, mert aki ügyes, az vigyáz, mindenki fél, meg féljen is. Körbe van kerítve, tehát meg ki van jelölve a csarnok környék, hogy meddig a piac, meddig, mennyi kötelező. Ma is járkáltak itt rendőrök, szóltak, aki nem volt. Szerintem betartják. Ma például egyetlen egy vevő nem jött maszk nélkül. Egyetlen egy sem. Senki. Félnek, hirdetik, bemondta a Karcag TV, nagyon ügyesen, tehát én szerintem félnek. De jobb is félni, mint megijedni. A vásárlók is a legfontosabbnak tartják a saját és a mások egészségét. Például nagyon jó dolognak tartom, hogy elkerítették a piacot, és igazából maszk nélkül nem lehet bejönni, mert hát ezzel is koordinálják a vírus terjedését. Hát csak gratulálni tudok az intézkedéshez.